légmentesen. Meg kell belőle, ki kell belőle szorítani a levegőt. Nyugalmi állapotba, picit pihenni. 15-20 perc alatt megteszi a hatását. Ügyeljünk arra, hogy itt az orr körül kicsit húzzuk közelebb, hogy mindenhol jól fedje a bőrt. Hát persze nem szakállasoknak. A benne lévő folyadékot nem kellene kiönteni, mert azt később még fel fogjuk használni. A maradék értékes nedűvel pedig masszírozzuk meg a bőrünket, hogy semmi ne vesszen kárba. A maszk eltávolítása után kiváló lehetőség adódik elfogyasztani egy finom ganodermás kávét. Egészségetekre! Hát megtörtént a maszk feltétele, levétele, és a maszk levétele után nagyon jól érzem magamat, tényleg egy ilyen igazi felfrissülés volt az arcomnak. Szakállon kívül, és hát természetesen ugye nem fejezhetjük be más lesz az igazi kozmetikai kényeztetés, mint egy végszeres ganodermás kávéval. Egészségetekre!